sem szabok. Édes szemem, mit aludtál, édes kezem, mit nem fontál, mert hogyha te fontál volna, több lepedőt kaptál volna. Ma menj asszony, holnap asszony, holnap után komám asszony. Ma menj asszony, holnap asszony, holnap után komám asszony. A ti ígélem világomot, míg szél fújja a pántlikámot, a pántlika könnyű gúnya, mert azt a szél könnyen fújja, de járuga nehéz gúnya, mert azt mindig új búnyomja. Szerettelek sok üdeig, kettő fogvás szeredáig. Ugye rózsám sok szép üdő, száradjon beléd a tüdő. Édesanyám rózsafája, ingem nyílott utoljára. Bárcsak ne is nyílott volna, szebb a bimbó, mint a rózsa. Nem is kocsi, nem is láncos, nem is kislány, ki nem táncos. Táncos vagyok, nem tagadom, szeret ingem a galambom. Le van a szűvem ráncolva, nincsen, aki feloldozza. Oldozd fel, te gyöngy virágszál, hogy legyek én szabad madár. Komám asszony káposztát főz, fejébe ütött a nagy gőz. Hánya veti a galányát, kihez adja Mári lányát. Elesett a tyúka jégen, majd fel kell a jövő héten. Baka menjen a kuptorba, sülve menjen az asztalra. Eddig vendég jól mulattál, ha tetszenék elindulnál. Utcugazda kapjál rúdra, a vendéget indítsd útra. Utcugazda kapjál rúdra, a vendéget indítsd útra. Tisztelt közönség, tulajdonképpen most itt ezután nem kellene semmit sem mondani, hanem meghallgattuk a lányokat, és megnézzük a képeket, és szétszélelünk egy szép élménnyel. Én ezeket a ma látható alkotásokat, munkákat ma délelőtt néztem meg, és csak akkor azon gondolkoztam, hogy másodszor nyitom meg a Tobot kiállítását. És azt, amit a képek megtekintése után leülepedett bennem, azt, hogy papírra vetettem, ígérem, nem hosszú, és akkor most olvasnám. Tehát kiben nem erült volna fel valamikor az életbe az, hogy a múltat maga mögött hagyva új életet kezdjen. Mi történne, ha ott hagynánk az állásunkat, a városunkat, a megszokásainkat, ha a világ egy másik részére, vagy egy másik, a megszokottól, a hétköznapitól eltérő világába költöznénk? Nekem úgy tűnik, hogy az itt kiállító festők immár 8. éve ezt teszik. Órákat lopnak a szürke hétköznapokból, és ünnepet teremtenek maguknak. És nem csak ünnepet, de közösséget is. Egy olyan kis társaságot, amelyet a művészet szeretete által generált lelki rokonság köt össze. Nem tudom, kinek mit jelent pontosan ez a hétköznapokból való kilépés, soha nem beszélgettem még el a csoport tagjaival erről, de mindenképpen jelentheti azt, hogy felfedezzük a rejtett erőtartalékainkat, jelentheti élni és gyógyulni vágyásunk fölhangosodását, fejlődni és tanulni vágyásunk megfogalmazását, konfliktusaink megoldásának képességét, vesztességeink feldolgozását, életcélunk megtalálását. Jó részben egyéb jellegű civil elfoglaltságok mellett szabad idejüket és maradék energiájukat felhasználva alkotnak ezek a nők és férfiak, majdnem azt mondtam, hogy lányok és fiúk, fejlesztik képzőművészeti jellegű műveltségüket, képességeiket. És ebben a kalandban egy olyan vezetőre számíthatnak, mint Csernik Attila,
aki érdekes módon, nem azt mondom, hogy mondjuk azt, hogy nyugdíjas éveire, tehát valamilyen szinten nyugdíjas, ha bár szerintem egy művész nem tud nyugdíjba vonulni, még ha formálisan az is. Tehát Csernik Attila, aki nyugdíjas éveire visszatért ide, ahonnan indult is, hiszen ő annak idején a gimnáziumban kezdte tanári pályafutását, mégpedig annak a legendás tanári karnak a tagjaként, amely annak idején elvitte a topolyai gimnázium hírét messzire. A teljesség igénye nélkül Csernik Attilán kívül Tóth Ferenc, ennek a csapatnak a tagja volt Feige Roland, Tóth Klára, igen. Tehát ott kezdte a pályafutását, és most hazajött, és folytatja tovább a tanárkodását, miközben azóta, hogy elment Topolyáról, nem tanított senkit, hanem most visszajött, és a topolyaiakat tanítja. Szimpatikus számomra az is, hogy a társaság tagjai képesek megegyezésre jutni, képzőművészettel kapcsolatos témákról eszmét cserélni, és jókedvel együtt dolgozni. Elsődleges ihletőjük a természet, a város, ahol élnek, a közös rendezvényekből fakadó élmények, és hát mindenképpen mindenek előtt a pozitív energia. Polgártársaiknak példát mutatnak a szépség szeretete terén, ugyanakkor lehetőséget kínálnak a szabadidő és energia, tehetség hasznos, önfejlesztő módon történő kihasználására. Kérem, terjeszték ezt a kezdeményezést jó hírét ismerőseik körében is, és én ezzel megköszönöm a figyelmüket. Mindent hallottak, amit hallani kell erről a mi kis egyesületünkről, csoportunkról, de azért azt elmondom, hogy 2008 óta működik a Községi Nyugdíjas Egyesület keretein belül az Ácsi József Kétbőlő Művészeti Csoport. 8 év az nem rövid idő. 8 év alatt gyarapodtak, szaporodtak, tanultak, és alkottak természetesen. Ezt az ő munkájukat segítette Csernik Attila vezető, aki nem csak segítette, tanította is őket, és ők meghallgatták, amit mondott, tanácsokkal ellátta őket, és ennek a munkának az eredménye ez, amit itt ma látnak. Ez nem csak az Attila eredménye, ez annak is eredménye, hogy 8 év alatt egy kis csoporttal kezdődött ez a szakcsoport, azóta mindig bővültek, és mindig többen és többen van. És mai napon kiállítsuk az alkotásaikat, munkájukat, és ezzel a mai ünnepséggel és egy köszönőlevéllel, amit át fogunk nyújtani a Csernik Attilának, kívánom, hogy érezzék jó magukat, nézzék meg az alkotásokat, és ahogy a Klárai asszony mondta, egy szép élménnyel távozzanak, és erre emlékezzenek a jövőben is. Milyen változások történtek a csoport életében a tavalyi kiállítás óta?
Hát mindig úgy érezzük, hogy ugyanúgy folyik minden, ugyanazok vagyunk, de azért nagyon sok minden történt. Szerintem változnak a munkák, a technikába tökéletesednek, meg gyarapodott a csoportunk, három új tagunk van, úgyhogy ez is egy újdonság. Igaz, hogy az idén egy kicsit több szünetünk volt valami miatt, nem olyan túl sokat dolgoztunk együtt, de hát otthon mindenki csinálta azért. Én azt hiszem, hogy továbbra is mindenki ugyanolyan lendülettel dolgozik, mint eddig. Várjuk a évzáró kiállításunkat, együttműködünk csoportokkal. Most hívott bennünket a török István Palicsra, lehet, hogy más csoportokat is hívott, hogy egy közös katalógust csináljunk, egy összefoglaló kiállításra, és hát akkor úgy érezzük, hogy valamit azért fejlődtünk, habár nem az a célunk, hogy most valami legyen már belőlünk, mert hát mi az, ami minket várhat, még nyugdíjasokat, ugye annyira csúcsra nem juthat az ember egy festészet terén, de szerintem mindenki megtalálta az örömét ebben a tevékenységben. Ha a Topolyai község területét nézzük, akkor az Ács József képzőművészeti csoport az, amelyik a legrégebb óta működik. Mi az, ami összetartja a csoportot? Hát ez a 9. kiállításunk, tehát 9 éve csináljuk, magunk is csodálkozunk rajta, hogy ez így van. Mi az, ami összetartja? Hát a jókedv, mi olyan spontán a hangulat, valahogy mindig várja, egyik a másikának segít, ha kérik, ha nem kérik, akkor hagyja, hogy csináljon, amit akar. Vicceket mesélünk, jókedvre derülünk. A vezetőnk olyan, hogy ő nem követeli meg, hogy mit csináljunk, hogyan, hanem rámutat arra, hogy ott most árnyékoljad, vagy próbáld meg ezt, vagy próbáld, de mindig azt mondja, hogy jó, ez így nagyon jó, és valószínű, hogy ezért vagyunk ennyien együtt. Senki nem érzi azt, hogy ő most valamit nem helyesen csinál, és akkor őt kritizálják. És a külvilág felől van pozitív visszajelzés? Igen, hát gondolom tudnak rólunk, elismernek bennünket, ami a hírünket illeti talán elég jó. Hát anyagi elismerés természetes, hogy nincsen. De köszönjük a Nyugdíjas Egyesületnek azt, hogy mi itt létezünk és helyet kaptunk. Jó, hát mi is nyugdíjas a tagok vagyunk, ugyebár ugyanúgy, mint a többi csoport tagjai. De tényleg sokban segít, anyagiban segítenek bennünket egy kicsit. És úgy érezzük, hogy hát a 10. azért még valahogy tartsuk ki, meg aztán tovább, de ez mindig egy ilyen jubiláris dolog, hogyha az ember megéri a 10. kiállítását is. Hát ez nagy izgalom nekünk, ilyen, hát tegnap mindenki egy kicsit transzba volt, amíg felállítottuk a dolgokat, de mára lecsillapodtak a kedélyek. És további sok sikert kívánunk. Hát akkor köszönjük, reméljük, hogy kitartunk, és majd így lesz tovább is. Thank you.
sok változás történt. Szaporodtunk három emberrel, úgyhogy most 12 tagot számlál a csoport, és nem csak számba erősödtünk, hanem minőségbe is, ami a legfontosabb. Jó minőségű munkákat tudtunk összehozni erre a kiállításra, úgyhogy javul a csapat minden szempontból. Mire helyeztétek ezúttal a hangsúlyt ezen a kiállításon? Hát majdnem úgy van ez a kiállítás összehozva, hogy mindenki azt hozta, amit ő maga elképzelt, hogy ki szeretne állítani. És hát annyira fejlődtek, hogy most már megbízok bennük, nem? Azzal itt mindig ellenőriztem, hogy mit akarnak kiállítani, most már ki tudják maguk is választani, úgyhogy gondolom fejlődtek ilyen szempontból is. Nagyon együtt van a csapat, meg jó társaságban szeretnek, élvezik a munkát, eszem a képeken is látszik, hogyha megnézi az ember, hogy szeretettel csinálják is. A munkamódszer változott? Igen, tulajdonképpen igen, hát évekkel ezelőtt akkor mindig majdnem úgy volt, hogy mindig meséltem, meg néztem, meg utasítottam őket. Most már nagy részük úgy csinálja, hogy otthon megcsinál egy csomó munkát, és akkor behozza, mert egy héten egyszer találkozunk, és akkor ott megbeszéljük azt, hogy mi a... Vagy azt rajzol, vagy festenek, amit akarnak, szóval hagyom őket, most már annyira fejlődtek, hogy azért ellenőrzöm, meg segítek, ahol tudok. Egy profi képzőművész életében mit jelent egy ilyen csoport? Hát engem nagyon földobott a csoport, olyan értelemben is, hogy látom az értelmét annak a munkának, amit belefektettem, és azt hiszem, hogy a község képzőművészeti életében is, hogy ne legyek nagyképű, de sokat jelent ez a csoport, meg a kiállításokat látogatják, és azt is szoktuk elemezni, meg beszélgetni róla, úgyhogy aktívan részt vesznek a képzőművészeti életünkben.